Kettő egy. Igen, helyben jár. Lépés. Szakaszállj! Jóra! Pihenj! Menet század! Nézd! Középre! Nézd! Menet század! Vigyázz! Pihenj! Akkor felkérjük Herceg Zsolt urat, hogy pár mondatot mondjon nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Jó estét kívánok! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Doni emléktúra minden jelenlévő résztvevőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt köszönthetem Önöket a mai este folyamán, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy együtt emlékezhetünk a Doni hősökre. Köszönöm mindannyiuknak! Menet század! Vigyázz! Középre! Nézd! Menet század! Vigyázz! Pihenj! Kérek engedély beszédem megtartására. Az engedélyt megadom. Puszkaföldön orosz géppisztolya. 1942. Egy fotó, melyen apai nagyapám látható, és melyre az említett felirat került, és amit mindig magamnál tartok. Egy kép, egy emlékkép, sok-sok gondolat, mely idők során belénk, unokákba égett. Szinte nincs olyan család, ahol ne lenne olyan, aki ne tudna beszélni a háborús évekről, a Málenki robotról, meghurcoltatásokról, és megpróbáltatásokról. Tisztelt polgármester úr, katonatársaim, emlékezők! Nagyapám 1942-ben került a szovjet hadszíntére. Ő hazaért. A Doni katasztrófát követően az erdélyi hadszíntérre, majd a fokozatos vissza és nyugatra vonulás során francia hadifogságba került, ahonnan a Párizsi Magyar Akadémia igazgatójának közbenjárására szabadult 1946 nyarán. Meg kell állnunk egy pillanatra. Meg kell állnunk, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk a II. Világháború eseményeire, a II. Magyar Hadsereg tragédiájára. Tisztelegnünk kell a Don folyó mellett sorozatossá vált harcok során elesettek, a fogságba esettek, és a viszontagságos idők után hazatérők előtt, hőseink előtt. A II. Világháború szomorú napjai, történelem formáló eseményei, köztük a voronyezsi áttörés napja, a Doni katasztrófa, nem ünnep, hanem a csendes emlékezés napja. Kötelességünk megemlékezni halottainkról, a fogságba esettekről,
a családfőket, sok esetben apát és fiát egyaránt nélkülöző családokról. Őseinkről. Nélkülük ma mi nem állnánk itt. Múlt, jelen és jövő. Csodálatos hármas gondolat. Egy kis ország Európa közepén, melyet nem kímélt a múlt és a történelem. Őseinknek köszönhetően van jövőnk és jelenünk, és hogy mi is a mi feladatunk? Soha nem feledve emlékezni és emlékeztetni, példát mutatni hazaszeretetből, és reményt adni magyarságunknak. Ön nagy úr, jelentem, beszédemet befejeztem. Köszönöm szépen. Menet század! Ügyes! Középre! Liszt! Kérem Herceg Zsolt polgármester volt, hogy helyezze is el az önkormányzat köszönőját. Középre! Nézd! Lépés! Indulj! Tiszörök! Vigyázz! Fegyvered! Hol? Hol? Fönállítási helyről. Lépés! Indulj! Január 11-én országos szinten Doni emléktúrákra került sor, így Mezőtúr is környékén is megtörtént ez az emlékezés. Kiknek köszönhető, hogy itt és a környékünkön ez az emléktúra megvalósulhatott? A Mezőtúri Járási Önkéntes Területvédelmi Század tagjaival kezdtük el a szervezést, és a végén a 68-as területvédelmi zászlóalj katonái csatlakoztak hozzánk, összesen 60-an. És bejártuk Mesterszállás, Mezőhék, Kétpó és Mezőtúr településeket, ahol minden településen koszorút helyeztünk el a II. Világháborús emlékműnél. Mi volt a célja ennek az emléktúrának?
Mint a neve is mutatja, ugye a Doni harcoknál elesett hős magyar katonákra emlékeztünk, illetve más célunk az volt, hogy az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszert népszerűsítsük a településeken. Ennek az emléktúrának mi volt a különlegessége? A különlegessége abban rejlett, hogy a 68-as területvédelmi zászlóai zászlaját vittük végig, és hagyományőrző egyesület tagjai is csatlakoztak a menetünkhöz, illetve meg szeretném köszönni külön a polgárőrségnek is a segítségét, a mezőtúri polgárőrségnek, hiszen az ő autójuk volt a záróautó, így a menetet biztonságosan végig tudtuk hajtani. Illetve meg szeretném még köszönni a települések vezetőinek és a települések lakosságainak, hogy segítő együttműködést nyújtottak felénk, és szeretném megköszönni külön a polgármestereknek, polgármesterasszonyoknak, akik nagyon-nagyon-nagyon nagy segítséggel hozzájárultak ennek a rendezvénynek a sikeres megrendezéséért. A közeljövőben lesz-e hasonló kezdeményezés? Ez az első próbálkozásunk. Jövőre szeretnénk megtenni, a Túrkövei polgármester úrral már beszéltem róla, jövőre mezőtúr Túrköve közti szakasz szeretnénk megtenni, illetve itt, ahogy most ugye, mint már említettem, hogy a zászlói katonáiból voltak a menet tagjai, akkor már különböző helyek szóba jöttek, tehát a Jásság, illetve a karcagi térség, ahol szeretnénk különbözőféle fajta rendezvényeken még részt venni, és köztük van a Doni megemlékezés is. Még egy nagyon nagy érdekessége volt ennek a Doni megemlékezésnek. Az egyik tagunk, Lapu Zoltán főtörzsőmester készített mezőhékre, illetve két póra egy-egy kopjafát, amit megkoszorúztunk.